Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni nektek, hogy hogyan etessetek kémcsőbe olyan kolóniákat, amik már egy kicsit túlnépesedtek, sok dolgozójuk van, tehát kicsit félő, hogy kijöhetnek esetleg a hangyák. Itt van ez a néhány kolónia, amik már eléggé jól belakták a kémcsövet. Van itt Polyharhis dives szövőhangya, Feidolenoda, ők egy kisebb faj, illetve ebben a lefedett kémcsőben pedig Polyharhis rastelláta van. A polyharhisok elég aktív hangyák, így számíthatunk rá, hogy ők ki fognak jönni, de majd megmutatom, mi a teendő ilyenkor. Szükségünk lesz még néhány eszközre, ezek csipeszek, egy kampós drót, néhány wattadarabra lesz még szükségünk. Itt vannak az eleségállatok, ez jelenleg lisztkukac, őket fogjuk majd adni a hangyáknak, illetve van még egy ilyen mézadagolóm is, ezzel fogjuk a mézet adni a kolóniáinknak. Én úgy szoktam elkezdeni az etetési műveletet, hogy kirakok ide mondjuk egy papír zsebkendőt vagy egy szalvétát, és két csipesszel fogom meg a eleségállatokat, kicsit összeroppantom, és elfelezem őket, tehát tulajdonképpen így félbetépem a eleségállatot, azért, hogy a hangyák hozzáférjenek a belső, lágyabb részekhez is. Hígni. Össze kell roppantani a fejét, hogy ne szaladgáljon el, így, mint ez az egy kis kukacka. Hogyha egy néhány ilyen kis eleséget készítettem, elkezdhetem az etetést. Kezdjük ezzel a kolóniával. Itt látszik, hogy nincsen olyan dolgozó, amelyik éppen kijönne, úgyhogy könnyű dolgunk lesz. Csipesszel kihúzzuk a régi élelmet, mézadagolóval befecskendezek egy kis mézet nekik, fontos, hogy ne túl sokat, és fogom a eleségállat darabkákat, és berakom nekik. Hogyha nem éri rezgés a kémcsövet, akkor nem nagyon fognak kijönni a hangyák, és ilyen szépen nyugodtan etethetjük őket. Látjátok, hogy lassan-lassan közelednek arra, érzik a rezgést, érzik innen a szelet, úgyhogy csak rájönnek ők is, hogy nyitva a kémcső, egyelőre ennyi rezgéstől nem fognak kijönni. Na, most kicsit jobban felkavarjuk őket, a kampós dróttal picit beljebb nyomom ezt a vattát. Ezt azért van erre szükség, mert ezt a kémcsövet fűtöm, fűtőlapon vannak, és látjátok, gyönyörűen itt az ujjam mellett, tehát az ujjammal lefogom a bejáratot, és mellette kihúzhatom a kampós drótot. Erre azért volt szükség, mert ezt a kémcsövet fűtöm, és a vattának a külső rétege, tehát ez a külső részéről elpárolog a víz. Ezért egy picit beljebb nyomtam, csak nagyon óvatosan, nehogy átjöjjön a víz, azért, hogy hozzáférjenek a párásabb részhez. Az első kolónia kész, jöhet a következő. Ugyanaz a művelet. Ezt kivesszük, mézet be. Úgy. Aztán eleségállatot be. Azért kezdem először az etetéssel, és csak utána nyomom bejebb a vattát, mert ha fordítva csinálnám, akkor sokkal nehezebb lenne. Az ennek a dolognak az előnye, hogy itt kicsit felkavarom a bojt, kijebb jönnek, viszont megtalálják az élelmet, és nem is mennek tovább. Tehát látjátok, nyitva is hagyom a kémcsövet, megtalálják az élelmet, örülnek neki, úgyhogy elkezdik enni. Szépen, óvatosan, lassan van időm, berakom a vattát. Következő. Na, itt már látjátok ezt a kis fickót, aki ki akar jönni a kémcsőből, úgyhogy vele óvatosan kell bánni. Szintén próbálom rezgésmentesen kivenni a vattát. Így, ezeket a kis darabkákat is. Látjátok, el sem mozdul. Igazából ő most ott úgymond őrt áll. Látszik is a testtartásán, hogy ez neki a szerepe.
Én nem akarom megzavarni. Ha nem érek hozzá a csipesszel, akkor nem lesz itt semmi gond. Hoppá, és megzavartam, most hozzáértem, de igazán nem estek nagy pánikba. Most ez a kis fickó ki akar jönni, úgyhogy ezt itt be is dugózzuk. Nekik úgy tűnik, még van elég párájuk. Következő kémcső, itt viszont mézmaradványunk is van, úgyhogy ezt majd egy kicsi vattacsomóval tüntetjük el. Csipesz. És megpróbálom kihúzni. Most kijött egy dolgozó is, de fontos, hogy maradj nyugodt ilyenkor. Ide teszem a dolgozót, az ujjammal egy picit befogom, és látjátok, ott is van a dolgozó benne. Most ilyenkor meg lehet várni, amíg egyszerűen lesétál az ujjamról a dolgozó, de a mézadagoló nagy előnye, hogy mellette be is tudok nyúlni, így ügyesen, és egy pici mézet adok nekik. Azért picit, mert ugye maradt, volt egy kis mézmaradványuk, hát valószínűleg akkor nem lehetnek olyan nagyon éhesek. Most lejött a kezemről a dolgozó, de egyébként így az eleséggel együtt be is lehet őket nyomni. Így. És akkor nem fognak kijönni. Még egy picit a párát adunk nekik. Ígyni. Így. Csinálnom kell még néhány eleséget, mert itt elfogyott az utánpótlás. Azért szoktam ilyen zsebkendőre rakni a darabkákat, mert a kifolyó levét, a nedveket, ez a zsebkendő fel fogja szívni, és könnyebb dolgom lesz. Következő kolónia. Na, itt már is kijött egy dolgozó, de semmi baj, nem esünk pánikba. Vissza fogjuk terelni. Erre jó módszer, hogy sérülés nélkül visszatereljük. Fogom ezt a kis vattát, ugye, ami a dugója volt. Próbálom rátenni a hangyuszt, így, rákapaszkodott, és a vattával együtt be lehet dugni, és voilà. A szökevényekkel igazából így lehet a legkönnyebben boldogulni. Kicsi mézet kapnak, kicsi kaját kapnak, jön a kampósdrót, óvatosan bezárjuk őket. Így. Na most jön a turpisság. A nódák ugyanis picikék és nehéz velük, de ugyanez a módszer, kivesszük a kaját, gyorsan berakom az új kaját, úgyni, mézet adok nekik, és a dolgozókat a vattával ügyeskedem vissza. Egyet, meg itt van még egy. Gyorsan és határozottan kell eljárni, viszont nem szabad kapkodni, türelemmel. Utolsó páciensek. A Polyharis rastellaták. Ez egy nyugodtabb faj, igazából ők bent kuksolnak az etetés ideje alatt, aztán majd szépen megtalálják ők is a táplálékukat, hogyha majd egy kicsit kijebb jönnek felfedezni. Ennyi elég is nekik. Visszazárom őket. Nekik van ilyen sötétítő alufóliájuk is. Hát srácok, köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna ez a videó. Lájkoljatok, osszátok és iratkozzatok fel, és kapcsoljátok be a csengő ikont, hogy értesüljetek az új videókról. Sziasztok!